Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk megismerni, a víruskeresést. Én már mindig hallom ilyenkor, hogy mindenki azt mondja, jaj, a Linuxon nincs vírus. De a Linuxon is lehet vírus. Azaz a vírusok keresése a Linuxon is feladat lett. Sajnálatos módon miért? Van olyan, hogy Linux vírus, tehát elkezdenek terjedni azok a vírusok, amik Linux alá is készülnek. Azaz, érdemes ezeket kiszűrni. Kettő, nagyon kevés olyan Linuxos gép van, aminek nincs valamilyen kapcsolata Windowsos géppel. Tehát gyakorlatilag ne csak abba gondolkodjunk, hogy van egy olyan vírus, ami egy program, és rátelepül a Windowsos gépre, és tönkretesz a Windowsos gépet, hanem dokumentumokba, egyéb állományokba is terjedhetnek vírusok. Azaz elég kellemetlen az, hogyha kapsz egy vírusos dokumentumot, és te továbbadod. Általában ezek a dokumentumvírusok nem fogják a te rendszeredet, tehát a rendszerrendszert, a Linux rendszert tönkretenni, de esetleg ha továbbküldöd, az már kellemetlen, vagy esetlegesen a dokumentumjaidat, vagy továbbküldi saját magának, vagy akármit csinál, teljesen mindegy, azért az nem túl kellemes. A harmadik gondolat pedig az, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki ne futtatna valamilyen Windowsos programot emulátorral, így vagy, amúgy Linux alatt én is futtatok, mert szükségem van rá, és nagyon szépen fut Wine alatt az a program, az a 2-3-4 program, amit én futtatok, azok is lehetnek vírusosak, tehát Windowsos programot is futtatunk. Azaz, mindenképp elsődleges feladatunk az, hogy a vírusokat kiszűrjük. A probléma lényege az, hogy nincs igazán jó víruskereső Linux alá. Most a Karpensky, remélem jól mondtam a nevét, a KVRT, hívjuk így, mert ők is így hívják ezt a kis programot, a víruskereső programcsalád egyik része lett, kiadtak egy ilyen kis Linux alá készült programocskát, nem is picit, méretes, de érdemes ezt letölteni és futtatni. Azaz, a víruskeresés most már kényelmessé vált. Hogyan kezdjük ezt a dolgot? Az első gondolat az, hogy le kell tölteni. A letöltési linket lent a leírásban be fogom linkelni. A letöltés egyszerű, rákattintasz, le fog jönni. 170 megás állomány, tehát nem túl nagy, nem is túl kicsi. A letöltések mappába belépünk, gyakorlatilag itt lehet látni, nekem elég sok letöltésem van, megkeressük a letöltött állományt, hogyan adunk hozzá egy futtatási jogot. Természetesen hozzáadhatod terminálba is, de én grafikus felületen mutatom be, rákattintunk jobb egergombbal, tulajdonságok, és természetesen a jogosultságok között megkeressük, valahol van olyan, hogy futtatási jog, végrehajtási jog, vagy egyéb, és azt bepipálod. Nekem természetesen már be van pipálva, gyakorlatilag futtathatóvá válik ezzel az állományod. Nagyon fontos, egy állomány jött le, és futtatható állományról beszéltünk. Lehet, hogy nem esik le rögves, de én elmondom, ami nagyon fontos, és ez egy picit hátránya. Egy picit hátránya ennek a megoldásnak, hogy ez nem települ. Ez automatikusan nem fog feltelepülni a te gépedre, nem lesz automatikus vírus ellenőrző frissítésed. Azaz mindig, én azt szoktam csinálni egyébként, egyéb dolgok mellett, hogy vagy péntek este, ez a jobbik eset, vagy szombaton, rendszert frissítek, illetve az ilyen programokat megnézem, hogy van-e frissebb verzió, és feltelepítem. Tehát nem lesz automatikus frissítésed. A másik hátránya ennek a megoldásnak, de nagyon örülünk annak, hogy bizony ingyenesen jutunk hozzá egy olyan dologhoz, ami esetlegesen Windows alatt fizetős, hogy ez nem fog futni a háttérbe. Azaz, ennek az a hátránya, hogy nem real-time-ba, tehát valós időbe fogja ellenőrizni a gépedet, hanem természetesen akkor, amikor elindítod, az adott pillanat állapotját fogja tudni leellenőrizni. Ennek megvan az az előnye, hogy nem fut a háttérbe, tehát nem zabálja meg az erőforrásaidat. Kisebb gépen, vagy egy modernebb gépen is a víruskeresés, a folyamatos víruskeresés, az nyilvánvalóan lefogja az erőforrásokat. A víruskeresés nagyon egyszerű, megadtuk a jogot neki, természetesen egy rákattintás, és megnyitás. Megnyitás, én éppen Linux mint alatt vagyok, ilyen panelt ad ki, a futtatás terminálba dolgot fogom választani, hogy egy kicsit másik felületen más a neve, vagy te éppen terminált nyitsz és beírod, hogy kvrt.run, enter, és akkor futni fog, az a te dolgod. Úgy használod, ahogy akarod, elindítom futtatás terminálba.
Természetesen, mint bármilyen olyan feladat, amihez neked emelt jog kell, ahhoz bizony bekéri a jelszót. Ez egy fontos dolog. Tehát megadjuk a jelszót, egy Enter és elindul. Lehet látni, hogy lepörgeti a scriptet, mert gyakorlatilag egy script, ami működni fog, és bekéri azokat a gondolatokat, hogy bizony te elfogadod, elolvasod, és egyéb ilyen dolog, a license feltételeket. Ezt nyilvánvalóan mindenki elolvasgatja, én úgy gondolom, hogy első olvasatban nagyon gyorsan átfutottam, nincs bent olyan problémás rész, amire én azt mondanám, hogy ezt nem használnám emiatt. Azaz mind a hármat bepipáljuk, és akkor elfogadod. Elfogadjuk, és elindul a vírus keresés. Oké, elindítjuk a szkennelést, csak azért, hogy lássátok, hogyan működik. Elindul. Amíg fut a vírus ellenőrzés, gyorsan elmondok egy nagyon fontos dolgot. Elindítottam a hátopot. Lehet látni, hogy nem a legmodernebb gépen van. Ismeritek a gépemet, többször be is mutattam, volt róla szó. Tehát egy átlagos vagy jelenleg átlag alatti gépen fut a víruskeresés, és mellette nyugodtan tudok dolgozni. Nem zavaró. Itt látjátok a terhelését a gépnek, gyakorlatilag elmondható, hogy az, hogy leblokkolja a gépedet, és nem tudsz vele videózni, nem tudsz vele játszani, nem tudsz éppen a munkáddal foglalkozni, mert a víruskeresés megöli az erőforrásokat, az itt nincs. Azaz, semmi, ismétlem, semmi indok nincs arra, hogy szükség szerint hetente egyszer legalább, de hogyha nagyon erőteljes Windows-os kapcsolatod van, akkor esetleg naponta, két naponta lefuttasd ezt a programot, hogy biztos legyél abba, hogy nincs vírus a gépen, vagy legalábbis nem vagy veszélyeztetve. Nagyon fontos. 3 perc, 7 másodperc. Ez alatt lefutott a szkennelés. Gyakorlatilag ez egy olyan szkennelés, ami a főbb helyeket, a legminimálisabb, legfontosabb helyeket végig szkenneli. Nagyon-nagyon nagy a valószínűsége, hogy ez a 3 perc azt jelenti, hogy felesleges volt. Ebbe nincs. Akkor van nagy baj, hogyha ebbe van. Ebbe nincs vírus. Gyakorlatilag ez az az alapfuttatás, amit érdemes megcsinálni első körben. Ezt ne tekintsük olyasminek, hogy most aztán tiszta a gépünk, hanem lépjünk tovább. A tovább lépés azt jelenti, hogy már mélyebb ellenőrzést, nagyobb merítésű ellenőrzést is végig fogunk csinálni, ami hosszabb idő. Itt kiemelem az, hogy ami hosszabb idő. A beállítási lehetőségek egyébként nagyon szükek. Itt nem kell nagyon belegondolni, hogy mit, hogyan állogatunk, bepipálunk mindent, vagy amit szeretnénk, és utána futni fog az ellenőrzés. Ahogy lehet látni az alapbeállítást, egyébként, hogyha bármit beállítasz, és utána újraindítod a víruskeresést, visszaugrik alapbeállításra, tehát a beállítások nem maradnak meg. Azaz, hogyha szeretnél egy system ellenőrzést, vagy mindent, azt újra, meg újra, meg újra be kell állítani futtatáskor. Nyilván nem futtatjuk 2 percenként, nem jelent ez gondot. Az alapbeállítások elől, tehát a boot szektor, az memória és az indítós cuccok közül, az alapcuccok közül ne vedd ki a pipát, jó? Mert ez alap, hogy ezeket ellenőrizni kell. Hogy te ehhez mit teszel, és mennyi időt szánsz rá, az már a te dolgod. Én úgy gondolom, magánvéleményem, magánparanoid véleményem, hogy legalább a második blokkot bepipált. Azaz a rendszert szeretnéd ellenőrizni, hogy ezen belül te mit szeretnél ellenőrizni, milyen mélységig szeretnéd ellenőrizni, a plusz jelre kattintással meg tudod adni főkönyvtárat, illetve a boot rendszernek azt a kis partícióját, picike kis partícióját szeretnéd ellenőrizni. Azon kívül, hogyha te felhasználói állományok, mint például nekem a különböző Winchesterek, SSD külső tárhelyek ellenőrzését is, azon lévő dolgok ellenőrzését is el szeretném végeztetni, akkor természetesen ide pipálok, és aztán megadhatom azokat a lemezeket, azokat a partíciókat, azokat a blokkeszközöket, akármiket, amit szeretnék ellenőrizni. Nyilvánvalóan alapesetben, hogyha ránézünk, azért alapesetben, hogyha ránézel, azért itt 10-20 terabájtos, hát az
Alapesetben, hogyha itt ránézel, vagy ránézel a sajátodra, meg tudod állapítani, hogy például itt egy 11 néhány terabájt anyag ellenőrzése nem 2 perc lesz, ezt nem fogom megmutatni, nyilvánvalóan hosszan fut, 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 és utána valamikor véget ér, azaz egy szisztem ellenőrzést szeretnék végrehajtani, amit le is fogunk okézni. És utána elindítjuk az ellenőrzést. Az ellenőrzés hosszabb idő lesz. Azaz nagyjából 20 perc alatt a rendszer ellenőrzés lefut, illetve azt is meg kell jegyezni, vagy legalábbis úgy nagyjából, hogy hány perc alatt fut le az teljes ellenőrzés, és akkor nagyjából be tudod satszolni azt, hogy mennyi ideig kell ennek futni. Mellette én szépen csináltam a dolgaimat. Ahogy lehet látni, nulla objektumot talált, gyakorlatilag nincs semmi olyasmi, ami vírusos lenne, illetve az előző futtatásnál talált egy vírusgyanús állományt. Nyilvánvalóan azt az állományt karanténba helyezte el. Mi a karantén? Az egy olyan karantén, amilyen a karantén. Tehát gyakorlatilag a Covid után mindenki tudja, mi a karantén. Szépen zárt helyre berakosgatta azt az állományt, megjelölte, hogy ő szerinte ez vírusos. Na hát, itt van az ő szerinte. Én mindenkit óvaintek attól, hogy agyatlanul elkezdjen törölgetni. Azonnal nem kell azt az állományt letörölni, lehet falsriasztás, lehet, hogy vírusosnak, gyanúsnak talál valamit, utána olvasol az interneten, na hát ez fontos, tehát hogyha valami riasztásod van, megjelöli az állományt, vagy megjelöli annak a vírusnak a nevét, amit ő vélni talál, utána olvasol, hogy mit kell csinálni. Azaz nem nekiállunk azonnal rendszert telepítgetni, azonnal törölgetni, hanem ésszel utána olvasunk. Lehet látni azt, hogy van egy ilyen állomány, nyilvánvalóan az állományról el tudom dönteni, hogy ez nem vírusos állomány, hanem egy olyan állomány, ami egy Windows-os programmal együtt érkezett meg, nyilvánvalóan ezt le is tudom törölni, egy uninstalláló része annak a programnak, hogyha úgy döntök, akkor le tudom törölni. Hogyan tudjuk előkeríteni a karanténlistát? Nyilvánvalóan mindenki látja, itt felül van 3 darab fülecske, vagy lehetőség, eszközök. A rendszer ellenőrzéshez, hát nyilván ezt használtuk, a karantén, hát rákattintunk, karanténra kírja. A riportokat érdemes megnézni, nyilvánvalóan azonnal ide kírja, hogyha talál vírus, tehát piros lesz, kiüti az ember szemét, tehát elég erőteljesen jelzi, de hogyha arra vagy kíváncsi, hogy az elmúlt időszakban való futtatásnál talált valamit vagy nem, azt itt ebből a listából ki tudod keresgélni, június 7-e van 2024. Ezt azért emlegetem, mert az ilyen víruskereső dolgok, ingyenes dolgok, nagy cég ad valamit ingyenesen, az jelen pillanatban működik, ingyenesen működik, letölthető. Lehet, hogy egy év múlva már nem így lesz, de én azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja majd esetlegesen akkor kezelni. Ebbe a listába minden fontos információt megtalálsz, gyakorlatilag nagyon pici az esélye annak, hogy te komoly mennyiségű vírus, trójai falovat vagy egyebet találjál. Én azt mondom, hogy ez nagyon jó dolog, de megint megismétlem azt a dolgot, ez nem frissül automatikusan, tehát időnként fel kell menni a honlapra, az újat letölteni és futtatni. 2. Futtatni kell. Nem tudod beállítani, hogy háttérbe fusson. Ez nem olyan, mint a Windows-os dolog, hogy elindítod a víruskeresőt, a víruspajzsot, vagy fene tudja, hogyan hívják manapság. Rég nem láttam Windows-os víruskeresést. Gyakorlatilag nem fog háttérben futni. Azaz neked kell gondoskodni, hogy letöltsd és futtasd. Összefoglalnám. Ingyenes, indítani kell, folyamatosan odafigyelni a új letöltésre, és akkor nagyon-nagyon pici lesz az esélye, annak a valószínűsége pici lesz, hogy a géped vírusos lesz, és egy vírusos állományt küldesz tovább. Azaz, a te érdeked ez. Azaz, az ismerőseid érdeke az, hogy folyamatosan futtass megfelelő időközönként egy víruskeresést Linux alatt is. Igen, tudom, hogy 10, 20, 30, akárhány évvel ezelőtt, esetleg még 5 évvel ezelőtt is mindenki azt mondta, hogy fölösleges. Fölösleges, minek az? Nem is volt normális, tehát jó találati arányú, nem is volt kényelmesen használható, meg nem is volt ennyire szükség rá. De a mai világban, ahogy tudjuk, igencsak veszélyes az internetezés,
igencsak sok vírus van, igencsak megtalálták a Linuxos dolgokat, terjed. A Linux 4% környékén van az asztali felhasználás, ami szép szám, nem nagy szám, de szép szám, azaz egyre jobban célközönség lesz a Linux, egyre jobban oda kell figyelni arra, hogy te mit használsz, hogyan használod, és keresd a vírusokat. Remélhetőleg nem találsz egy darabot se, de hogyha találsz, akkor értelemszerűen utánaolvasol, hogy ez micsoda, mit kell csinálni, és a feladatot ellátod. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!